emlékeztek még, hogyan kezdődött? Ildikó. Már kisiskolás korom óta tudtam, ki ő, hiszen az anyukája fizikát tanított nekem az általános iskolában. Már akkor nagyon helyes fiatalembernek tartottam, de sosem gondoltam volna, hogy egyszer ő lesz a herceg, fehér lovon. Teltek az évek, és az egyetemi éveim alatt 2008. július 26-án ismertük meg egymást közelebbről, egészen személyesen a ságvári falunapon. Egy vicces kis történettel kezdődött, amikor is majdnem sikerült egy férfi vázas biciklivel az árokban kikötnöm. Nem csak majdnem volt az. Ezzel a szerencsés momentummal kezdődött el a biciklis lány és Nils Holgersson története. Péter. 2008. július 26-án a helyi közkönyvtár előtt telefonáltam, mit sem sejtve, amikor megérkezett Ildikó egy biciklin, mosolygott, köszönt, majd leszállás közben betakarózott a bicikliével, ahogy azt egyébként sokan teszik, úton, útfélen, de különösen is az ilyen közkönyvtárak közelében, ha hidegre fordul az idő. Fázósan magára rántotta kerékpárját. Én persze szakítottam rá időt, hogy megdicsérjem és meg is tapsoljam a szerencsés földetérést, ezzel is megalapozva a későbbi ismerettségünket. Aztán csalódottan kellett mégis tudomásul vennem, hogy csak beugrott, beesett valamiért, majd Ildikó sietve távozott. Just maybe I'll come home. Majd észrevettem, hogy visszajött, és hangosan nevet a kinti teraszon elhelyezett fotelek egyikén. Kíváncsian csatlakoztam hát a kinti olvasókörhöz, miközben olvastunk, beszélgettünk is. Elindultunk haza, és a könyvtárral szembeni gesztenyefák alatt megcsókolt az a rugóhajú biciklis lány. Mi 2016. augusztus 13-án a ságvári erdő szélén egy gyönyörű gyűrűvel, ott a nagy szilvafa alatt, az erdő szélen megkérte a kezem. Ez alatt a bánattal, örömmel teli 9 év alatt ugyan a kapcsolatunkat, a házassággal csak hivatalossá tesszük. Mégis egy új fejezet kezdődik el az életünkben, és én biztos vagyok benne, Nils tartogat még számomra meglepetéseket. Bár közhelyesnek tűnik, Péterben megtaláltam lelkitársam, akire mindenben és mindig számíthatok. Úgy fogad el, ahogy vagyok, és úgy szeret, ahogy vagyok. Az élet legnagyobb ajándéka, ha megtaláljuk azt az embert, akinek mélyen a szemébe nézve megpillantjuk a lelkünk hiányzó másik felét. A társat, akivel kerek egészé alakulhatunk. A barátot, akivel mindent meg akarunk osztani. A szerelmet, akivel a szürke hétköznapok is apró ünnepek. Ez egy nagyon fontos állomás mindkettőtök életében, amikor összetartozásotok nem csak önmagatok, hanem az egész külvilág számára is hivatalossá válik. A világon mindenhol nagy ünnep övezi, amikor két fiatal örök hűséget fogad egymásnak, és ezáltal szövetséget kötnek egy közös életre. Vannak napok, amelyeknek emlékei életünk végéig megmaradnak. Ilyen ez a mai nap is számotokra, mely meghatározza további életeteket,
hiszen egy közös úton indultok el, ahol a terveitek, álmaitok, vágyaitok közös céllá válnak. És mi kettőtök történetéből tudjuk is, olykor-olykor elesünk, mert a fizikai törvényszerűségek, a nehézkedés erőt vesz rajtunk, de valahogy mégiscsak sikerül felállnunk, és tovább mennünk, együtt, kézen fogva. Különös kép, hogy azóta is egymás karjaiban tartjátok féltve őrzött kincsetek, szerelmetek, és ezáltal nem csak egymáséi, de így együtt, együvé, egyé is lehettetek. Most már tudjátok, érzitek, tényleg nem kell megtartanatok mást, csak is a kettőből egy élet önmagatokat. Egyelőre csak kettőből egyé. Kedves Nils és biciklis lány, akarom mondani, Péter és Ildikó, kívánjuk, hogy közös jövőtök, legyen továbbra is sikeres együttműködés és összefogás, együtt olvasás egymással és persze az egyház úrával, Jézus Krisztussal. Kijelenti-e ön, Szentpéteri Ildikó, hogy az itt jelenlévő Stadler Péter Jánossal házasságot köt? Igen. Köszönöm. Kijelenti-e ön, Stadler Péter János, hogy az itt jelenlévő Szentpéteri Ildikóval házasságot köt? Igen. Köszönöm. Egybehangzó nyilatkozataik alapján kijelentem, hogy Stadler Szentpéteri Ildikó, itt Stadler Péter János, a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében a mai naptól házastársak. Én Stadler Péter János. Esküszöm az élő Istenre. Esküszöm az élő Istenre. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes szent háromság. Teljes szent háromság. Egy örök Isten. Egy örök Isten. Hogy ezt a férfit. Hogy ezt a férfit. Akinek most Isten színe előtt a kezén vagyok. Akinek most Isten színe előtt a kezén vagyok. Szeretem. Szeretem. Szeretetből veszem előtt. Isten törvénye szerint feleségül. Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek. Hozzá hű leszek. Vele megelégszem. Vele megelégszem. Vele szentül élek. Vele szentül élek. Vele tűrök, vele szenvedek. És őt sem egészségében, sem betegségében. És őt sem egészségében, sem betegségében. Sem boldog, sem boldogtalan állapotában. Sem boldog, sem boldogtalan állapotában. Hűtlenül el nem hagyom. Hűtlenül el nem hagyom. Hanem teljes életemben. Hanem teljes életemben. Hűséges gondviselője leszek. Hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segítsen. Isten engem úgy segítsen. Amen. Kedves Péter és Ildikó, látta és hallotta Isten, láttuk és hallottuk mi is eskütöket. Házastársi szövetségeteket, az Isten és a gyülekezet színe előtt tett szent esküvéseteket megerősítettétek. Kérünk és intünk benneteket, tartsátok meg ezt az esküvést, hogy Isten áldása veletek maradjon, és hogy Isten félő, fedhetetlen és követésre méltó házasság és családi életetek által az ő szent nevére dicsőség, rátok pedig az ő áldása térjen. Nagy örömmel köszöntelek elsőként immár, mint férj és feleség benneteket. Az imént igent mondtatok egy közös életre,
melyet már a múltban megalapoztatok, de a jövőben fog igazán kiteljesedni. Ez a kötelék attól szép, hogy összhangban, társakként éltek egymás mellett, és büszkén viselitek ennek bizonyítékát a kezeteken, és az érzést a szívetekben. Ildikó és Péter most révbe értek. De nekik egy pillanatig sem szabad megfeledkezniük arról, amit önöknek köszönhetnek. Szülőnek lenni egy az életünk végéig tartó állapot. Vannak csodálatos pillanatok, mint most ez is, és vannak nehezebb időszakok, de a gyermekünk az, akit minden jó és rossz tulajdonságával, esendőségével együtt, egy életen át feltétel nélkül szeretünk. Ma mindegyik család egy új taggal gyarapodott. Kérem önöket, hogy osztozzanak a fiatalok boldogságában, és segítsék őket továbbra is ugyanazzal a szeretettel, ahogy eddig tették. Kívánom önöknek, hogy sok-sok éven keresztül legyenek tanúi gyermekeik boldogságának, s ne feledjék, hogy a szülő mindig támasz marad egy felnőtté vált gyermek számára is. I don't have to pretend. When I